Hello, 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 sziasztok, cső, ez itt a HCV Gameplay, üdvözlök mindenkit, és nem más van itt velem, személyesen, élőben, színetek előtt. Az én nevem Gulyás. Szóval Zozi vagyok, hello, Cyberpunk 2077. Lesz a mai megmozdulásunk fő témája, amit Gulyás Vilmos személyesen fog prezentálni az ő sajátos véleményeivel karöltve. Mit kell tudnunk a játékról, Vilmos? Mit kell tudnunk a játékról? Hát figyelj, én azt hallottam, hogy az ilyen szuper futurisztikus játék. Azt ilyen RPG-szerű, ilyen szerepjátékos, aztán, ja. Az RPG annyit tesz, skacok, hogy tehát döntéseket kell hozni folyamatosan a játékba, ami a karakterekre, illetve a karakterek közötti karakterek karakterének a megmunkálásának a lényege. Szóval, hogy viszonyok vannak karakterek és karakterek között. Elmondtam párszor a karaktere szót, de... Igen, lehet itt kevés. Azt, hogy meddig fog tartani, azt ne kérdezd, mert ezt senki nem tudja. Ezt senki nem tudja, barát, senki okay. Nem tudja, mert tudja, a játék nagyon-nagyon hosszú, úgyhogy itt leszünk addig, ameddig le nem merül Vilmos telefonja. Szóval fél óra, és akkor meg vagyunk. Let's go. Csekkoljuk a szörnyet. Nehézségi szint. Újjaj. Most szerintem... Nem tudom, mennyire vagy jó játékos, de normálne nem tenném fejedbe amúgy. De én, itt ez elvi kérdés, Vilmos, ez elvi kérdés, hogy most mi hogy megyünk? Mert érted, most normálon mindenki végig tudja játszani a játékot, abban mi az izgalmas? Hát akkor nagyon nehézre, már ennyi a de az meg sok, úgyhogy... Én leteszem a voksamat itt, A harc hatalmas kihívás nehéz. Lesz. Dehogy tesó. Hogy lenne kihívás? Dehogy is. Kopasz Matthew-t nagyon szeretem. Honnan tudod, hogy kopasz? Hát az a neve, egy Bald Matthew. Tényleg? Oh shit. Annyira megtanítottak minket az iskolába, hogy tudjuk ezt a pár szót, de... English, mert londoni. Hát, ja. Na jó, háromféle dolgot választhatunk itt. Gondolom ez az első, tehát V. Mindenképpen V-nek fognak hívni minket. Persze, az oké. Van a Nomád. Badlands. Pusztáim portjára, roncstelepeket és üzemek tart. Ennek. Az élet az úton nem könnyű, de mégis aki egy nomád klánban nőtt fel, sok mindent megtanult, becsület, tisztesség és a szabadság szeretete. Tehát lényegében John Cena-val játszunk, hogyha őt válasszuk. Oké. Okay. Igen. Az utca gyerek. Tehát úgy nézem, hogy ez Night City kívüli. Igen. Az úrfi. Ő viszont Night City-ben őslakos. Azt mondják, ha szeretnéd kiismerni az utcán kell élned. Bandák, fixerek? Babák! Kis stílű erőszakik, ők voltak, akik felneveltek, idelen azt diktálja a dzsungel törvénye, hogy a gyenge az erőset szolgálja. Az egyetlen törvény Night City-ben, amelyet még nem szektél meg. Oké. Okay. Céges. Kevesen hagyják el élve a nagyvállalatok világát, és még kevesebben épp lélekkel. Te egy vagy közülük, a szabályokat játszottál ki, titkokat használtál fel, és információkkal éltél vissza. Nincs tisztességes játék, csak győztesek és vesztesek. Oké. Okay. Melyik a legszimpibb? Mert amúgy biztos vagyok benne, hogy minden karakternek, tehát hogy... Szóval, megvan a maga előnye. Minden múltnak van valami olyan dolog benne, ami jobb, mint a többi. Tehát valami ez jobbán teszi ezt, mint a másik kettőt. Igen. Hát nem tudom, nézted a trailereket-e amúgy. Nem. Van valami előnye, meg valami hátránya amúgy ezen a kasztoknak. Nyilván ez az előtörténetet, szóval mit tudom, ha... Úgy tudom behatárolni, és szerintem majd a városban is kell mászkálni, meg a városon kívül is. Mert érted, ez a kettő igen, sokkal nagyobb előnye rendelkezik a várost illetően, mint a nomád. Igen. Nomád úrfi. Viszont egy céges lett kinéznék a... banda területeken szerintem, az mindenki. Ja, úgyhogy lehet a középsőt, az utca gyerekkel legjobban. Én is az utca gyerekkel szavaznék, amúgy én is, pont ezt kellettem mondani, hogy arra szavaztam. Mert érted, hogyha utca gyerek, akkor végül is nagyjából, nem mondom, hogy a pusztán megállja a helyét, de tudja, hogy hol van a városon belül is. Tehát ez ilyen... Igen.
Kb. Ez a balansz volt, kb. Ez a balansz. Úgyhogy srácok, nem tudom, hogy mennyire néztetek streameket, de ez most nem is érdekes, mert Vilmossal letettük a voksunkat az utca gyermek. Az utca gyermek mellett. Na jó, akkor next. Hölgyel menjünk, vagy úrfival menjünk. Hát figyelj, ez neked, ne fogsz vele játszani igazából, szóval neked. Itt ráthagyom, mit szeretnél nézni több száz órán keresztül. Hát a palit! Egyért, amúgy is izé kisgatyás palikat nézek. Nem, akkor meg nem belefér, érted? Jóval legyen akkor ez. Nem, amúgy nem tudom, mert hűsönnek amúgy úgy se látom soha, érted? Az nem tudom, hogy számít, ez csak nem számít amúgy sztoriba, hogy kit választok, nem? Nem, ez nem számít szerintem. Válasz ki V testtípusát vagy megjelenése esetenként befolyásolja más karakterek viselkedik. Menjünk is a csajszire. Na, hangszín, nőies. I'm V. Ez nem lesz jó. Férfias, de jó. Ez nem lesz jó. Oké. Mörszín az tökre, érted, ez maradhat, az semmit nem befolyásol. Bőrtípus, what's that? Tudom forgat? Ja, Q-val tudom forgat. Oh! Oké. Oké, ez adja. Frizura. Na, ez már kényes téma, itt el leszünk egy ideig, srácok. Ez... No. 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 Vannak érdekes helyek amúgy ezt. Vannak? No. Oh! Hello. Hello, na, nézzük végig. Jó, nyilván. Remélem, hogy több száz hype is ura amúgy. Én is remélem, hogy 800 ezer van. Hát ez big no. Ez nagyon no, ez sem annyira. Az ötös volt eddig a... Kicsit funky. Kicsit funky. Hát jaj. Figyelj, hogyha... tehát érted, hogyha ezzel a frizurával nem látnak meg a doboznak mögött bujkálni, akkor semmivel. Jó, nyert. Ja, én ezt vinném, ezt vinném. Oké, hajszín. Mert rózsaszín van, nem is rózsaszín. De félnek, hogy az a vörös az, amit tetszik amúgy. Ja, vörös, menjen a vörös. Szem. Nagyon bika szemek vannak. Azt én is belenéztem pár streambe, és nagyon-nagyon bika szemek vannak. Nagyon komoly szemek van. Aha, figyeld. Én nem néztem semmit, csak a trailereket, szóval nem tudok semmit róla. Ja, várjál, ez még nem a szemszín. Bocs, sorry. Hogy a szemszínekre vannak ilyen nagyon dura. Igen. Aha, ez az alak. Hát nézd, ez amúgy ilyen aranyos. Szóval ilyen semmi extra. Ja, oké, kis üze, ilyen kis bárgyú arc. Oké. Szemszín, na jó, itt megmegyünk. Ezt figyeld. Kék, pupillére, RGB szemmel. Nem, test, ezt figyeld. Menjünk tovább. Ez még az eleje. Hát ilyen T100-as modell, igen. Ja, igen. Aranyos, ez is. De várjatok, ez még mindig nem az. Ez kicsit sokat ült a gép előtt szem, de nem gond. Milyen kis végig ilyen vörös. Várjál. Itt ugyanazok a színek mennek végig, csak piros a szeme. Kezdődik. Figyeld. Ez már nagyon komolyan néz ki. Okay. Negatívba van. Holy. Ez nagyon fúj. Nyugodj meg. Démon. Sharingan van-e? Nem tudom. Jó lenne. Adnám. Sharingan szemet. Elég menő. Írják közben chatten amúgy, hogyha rányomsz a kockára, akkor kidobja az összes szint, és nem kell lapozni. Igen? Aha. Tesó. De így most ez spoileres. Na mindegy. Ez igen, nagyon komoly, tesó. Mi ez a... Jézusom. Nagyon durvák vannak itt. Ez a negatív szem, ez nagyon-nagyon... nagyon macska negatív. Azt majd én kitakarom a alsó régiót, de ott meg koponyástól kezdve őket. Mindegy, rányomok az összesre, jó, megnézzük a csajszín. Annyi. Azt mondják, van ami hasonló, de Rinnegar nagyon minimális. Gondolom, azok a izék. Hát ez minimálisan hasonlít, de... Igen. Ennyi. Kis pókember referencia, hát nézd. Ez nagyon para amúgy. Ez nagyon para, szia Novika. Ez hipnotizőr eléggé. Az. Nem tudom, mennyire akarsz emberi szemet a karakterednek, de én amellett pártolnék le inkább a
Én is, csak végignézem azért. Ezek nagyobb parák. Igen. Byakugant nem szeretem. Az ilyen... meh. Ez amúgy ja. Nagyon komoly. Ez nagyon-nagyon hullas. Az X. Na jó, van egy szívecske is. Jó, ne hagyjuk, ne. Menjünk, kék szem mehet? Nekem mind egy oké. Piros? Ne, a kék amúgy az aranyos feje van így. Oké, okay, let's go. Becsukjuk. Szemöldök. Leoradt vált. Azt mondani, hogy legyen szemöldök. Igen, ez szóló lenne, hogyha lenne azért. Amúgy nézd. Ez maradhat szerintem. Ez oké, okay, ja. Legyártják okay. Holnap? Rendelem is. Szemöldök szín. Zöld. Nézd, amúgy ez mehet. Orr. Én ezekben nem mennék bele amúgy. Belevágott szemöldök nincs. Azt kérdezi Pető Patrik úr. Hát nem tudom, hogy van-e amúgy. Hát igazából bele van vágva mind a kettőbe, ugye? Robotikus cucc. Már nem akarok itt végtelen időt időzni, úgyhogy menjünk vissza ide. Melyiket választottuk? Ezt az egyeset. Orr. Ezekben én nem mennék bele, mert érted? Minek? Ja, most felesleges. Nem kell ezt nem szenvedni. Na, ilyen bűnronda. Egészségedre aztán. Ja, jó. Igen, amúgy off topic, most nézd meg ugye a kamerákat, hogy Zozinak meg nekem ugyanolyan székünk van amúgy. Yes, it is. It's an ikrek time. Csak nekem nincs benne a párna, mert túl nagy a fejem és nem kényelmes így. Nem kényelmes. Várjál most, száj. Sponzor szék, jó, hogy no name márkás legalább. Sponzi. Elkapocs. Tesó, inkább nem gyúlok hozzá. Maradjuk itt. Nem, tedd vissza, az nem tudom mi volt, de nagyon rossz volt. Kiberver, az mi? Ja, ez, ja az igen, a, ez a... Igen. Ja. Köszi szépen. Az az arcán, a szajré. Amúgy ez jól néz ki. Vannak az jó. Az van. Mindenképpen tennék valamit az arcára. Mármint, hogy nejes félre, de hogy úgy, már így. Később, nem mondod, hogy nejes félre, de nem érted. Félre ott rontott el. Igen, az ott ruinolódott el, igen. Ez már előről megyünk. Aha. Hát, nem tudom. Ez amúgy oké, okay, bár nem tudom. Ez... nem kell, hogy a szemébe belemenjen. Ami azt hiszem alattira gondolsz, hogy melyik? Ja, ez is oké, okay, ez a kis széles. Jó, haladjunk. Hegek az arcon. Ez oké. Okay. Így, szerintem ezt engedjük el. Á, igen, nem kell még jobban rondítani csomorit. Wow! Milyen rondítani, tesó, tök jól nézünk ki. Jól van veled. Mándom a hegekre gondoltam. Ja. Az elég. Jellegzetes. Komoly. Mondjuk amúgy csináljuk úgy a karaktert, hogy tényleg ilyen utcagyereknek tűnjön, szóval minden, lehet én arc tetkó amúgy. De most utcagyerekek vagyunk, ugye? Azt választottuk. Hát igen, azt választottuk, ja. De olyan jól nézünk ki, most ezt rontjuk el. Ja, nem muszáj. Na jó, tesó. Na jó. Ez nagyon komoly. Ez maradjon. Komoly. Nem merem hagyni ezt. Az a baj, nincs elném. Pedig... Ja, biztos born, van. Born to kill. Anyá. Az mondjuk menő. Várjál, ennyi elfogyott. Nem biztos, hogy tennék rá sinner. Bűnös. Ismerős ez a bűnös. Ami a gameplay fele abból fog állni, hogy karaktert kreálunk. Az a bajom, hogy tényleg. Na jó, haladjunk. Nem teszek rá semmit. Úgy se látjuk. Piercingek. Ja, vannak neki alapból. Fülbe való. Ja. Mindegy, haladjunk. Ja, piercing színe, okay. Nem érdekes, fogak. Ez fogak. Tökre maradhat. Ne legyen foga, vagy legyen letört. Zolgate reklám. Oké, hagyjuk. Szemfesték. Megvett. Már az első megvett. Ja. Látod, hogyha palit választottunk volna, akkor már rég játszanánk. Akkor igen, ez a baj, egy csajnak egy csajnak. Ez elfogult, ez a stream elfogult. Sajnálom. Mindenkit sajnálok, aki... Várj. Ez mehet. Okay, és ez csak az arca. Kacsin. Jó, ez mehet. Szemfesték, a színe. A szemünkkel passzoljon, és akkor fullasok leszünk. Úristen, hát mindennek kapunk. Az egy Night City-be... volt, az oké. Okay. Igen, itt van. Ajakrúzs. Jaj, az is tudom. 60 fajta izé rúzás. Az is 75 féle rúzás, igen. Oh, nem a... 75 van. Ez amúgy?
Vilmos? Nem tudom. Kicsit a... Ú, nem tudom, melyik karakter a sült a Star Wars-ból, amúgy. Igen. Voltak ilyen volt. Amúgy nem hát rossz. Ilyen szenátorok voltak, akik... Igen, tényleg. Jó, én azt mondom, hogy menjen. Ajakrúz színe. Jó. Ne, ez lehet sötétebb, ez lehet arcsmink. Jó, ezt hagyjuk. Nem fogom kismékelni a csajszit. Azt műkörmök. Amúgy se értem. Jaj! Mi az itt? Hello! Hát ezt meg kitakarjuk. Ezt meg kitakarjuk. Padmé, no közben way. Kaptam az no infót, nézd meg, Padmének volt ilyen arc, vagy ajakrúzsa. Közben kapod a füledre, hogy igen, Padmének. Ja, most kaptam az infót, igen. Na jó, állj, mindenki nyugodjon meg a cseten. Jó, nyugi. Mindenki, menjünk tovább. A melbimbókat most átugrom, oké? Okay? Tetoválás. Aszta, hát igen, kicsit ki lett várva az eskes amúgy. Amúgy ez így nagyon oké. Okay. Mármint, hogy most a tetoválásra gondolok. De hogy ja, ez igen. Nagyon oké. Okay. Igen, gondoltam, hogy tetoválásra gondolsz. Hát, gondoltam. Ennyi. Hogy legyen-e, nem ez. Ez, legyen ez. Hát felem mehet, úgy se látjuk ruhába lesz a nagy részében reméljük. Figyelj, lesz még 200 órám a játékkal egyedül, most úgyhogy ne aggódj emiatt. Nem tudom, hogy utólag tudod változtatni a karaktert, meg gondolom tudsz azért változtatni. Én sem tudom, mindig hagyjuk akkor így. Hegek a testen, nemi szervek. Csoda! Ez mi? Jó, menjünk a picsába, menjünk tovább. Zazi! Jó, let's go. Zazi! Utólag nem lehet. Nice. De valószínűleg, jaj, nem tűnik el a mell, na mindegy. Szóval, a test mutatja a nyers fizikai erődet, amellett, hogy lehetővé teszi az ajtók felfeszítését, minden testszint, harmadik szintől kezdődően következőt teszi. Ad 5 életerőpontot, 3 állóképességpontot, 3-mal növeli az ököl és a gorilla kar sebzését. Ez valószínűleg majd útra kiderül, mi ez a gorilla kar, valószínűleg nem Renátóé, de nem tudhatjuk. 1,5%-kal növeli a közelharci fegyverek alapsebzését, 6%-kal csökkenti a mozgásmenőt. Úristen, ez... Igen, az rengeteg. Szerencsére van itthon, úgyhogy semmi gond. Valószínűleg ez nagyon sok ilyen perkek állnak ebbe, meg nagyon, nagyon sok ilyen, nem tudom, rengeteg ilyen kis adat, meg szám, meg minden kutya füle. Családbarát stream, igen. Hát ettől eltekintve mondjuk, hogy a képernyőn van, de... Jó, tehát el kell döntsük, hogy hova tesszük a dolgokat. Jó, de várjál már, ez csak a testnek. Intelligencia. Határozza meg a hekkelési szakértelmet. Minden intelligencia szinte következő teszi, 4%-kal növeli a kiberdeck RAM kapacitását. Mi? Nem csinál Twitch semmit ezzel. Reflexek. Manőverezés képessége, de amellett, hogy növeli az átlagos mozgásmenőt. Az ellenséges támadások elől passzív kitérés technikai adottság az mi, hogyha az nem az intelligencia? Ajtó kinyitását. Én erre teszek egyet. Azt mondom. A nyugalom is tök jónak tűnik. Az intelligenciára is kell, szajré. Szerintem erre a háromra elpakolhatjuk amúgy, nem a technikai adottság, a nyugalom meg az intelligencia. Mert lényegében a technikai adottság, írunk, ki tudom nyitni az ajtókat. Most érted, hogy testre nem teszek, akkor is ugyanúgy tök oké. Okay. Ki tudunk menni az ajtókon, meg minden. Ja, annyi, hogy amit láttam egy trailerekben, hogy ez állítja be, hogy mennyire tudod fejleszteni a cuccaidat. Tehát ez egy limitet szab nekik. Ójaj, ami mi a technikai adottság? Nem, hát hogy mit tudom, a testre az a melee, azt mondta. Tehát közel harc, hogy a karat ki tudod húzni 5-ös szintre, de hogy mit tudod a tested 5-ös, akkor ki tudod húzni 8-as szintre. Tegyünk a testre is egyet, és még van 2 pontunk. Az intelligencia 5-ös, technikai adottság 4-es, nyugalom 4. Én tennék még egyet a technikára, és akkor... Utána még a reflexekre? Ja, a technikát én is mindenképpen adom, mert ugye nyilván a jövőben vagyunk, és rohadt sok technikai cucc lesz valószínűleg. Na várjál, van következő, akkor... Ott kapunk még pontot, vagy ennyi az össz? Szerintem ott tudsz vászni valamit még, vagy nem tudom. Oké. Okay. Nézzük meg. Nem tudsz visszajönni utána? Nem hiszem. Nem tudsz jönni, gondolom. Háttértörténet. Azt mondják, ha szeretnéd kiismerni az utcát, az utcán kell jelened, bandák, igen, ezt olvastuk. Tulajdonságok, itt van egy új lenyomat is, oké, okay, álnév V. Várjál, amúgy el tudom forgatni a choice-it. Biometrikus adatok, itt van egy vonalkódunk,
kettes párba fel tudnak címkézni minket, meg is vagyunk. Ez az, amikre pakoltunk, megerősítés. Let's go. Ja. Közben jött kérdés cseten, hogy Maverickkel lesz a stream. Milyen stream legyen Maverickkel? Ment vissza a kérdés! Pak! Ott egy Vilmos, igen. Az egy ez, Vilmos. Hali amúgy, aki nem látna. Most nem vagyok olyan haragos, de hogyha Zoti rosszakodik, akkor az leszek. Azt mondja, Hali annak, aki nem látna. Már tudja, aki most csatlakozott be a streamre, úgy gondolok. Klasszikus Vilmos momentek lesznek szerintem a streamen, de mindegy. Amúgy szerintem kifagyott, ez létezik. Nekem is úgy néz ki amúgy. Szerintem itt nem csinál semmit már. Várok egy kicsit azért hátha, kicsit várok azért hátha. Nem, ezt bírnia kell, vagy Vilmos, odabasz. Az biztos. Elmegyek Lengyelországba, azt beugrok a stúdióba, azt megmondom neki, hogy én nem megy a game. Ezek lengyelek? Igen, CD Projekt Red az lengyel stúdió. Pedig be lehetne. Játék betöltése? Nem. No. Jó, semmi gond, semmi gond. Speedrunoljuk, amúgy... speedrunoljuk. Karakterkreálás, a speedrun. Cyberpunk speedrun. Igen, igen, azt tudom, hogy hogy működik a játék, de lesz speedrunolom neked egy óra alatt az egészet. Úgy, hogy közben nézelődünk. Csak mondom. Ja, nem, hogy ez ennyi idő lenne. Ez ennyi idő lenne normális esetben. Hú, fogásodom meg a space gombot, nazsa. Te most megnyomtad a space gombot nálad? Nem. Persze. Persze. Hopp, oh. és már itt is vagyunk. Van rajtunk ruha vajon? Remélem. Nem azért kérdezem, csak úgy amúgy kérdezem, hogy van rajtunk. Van rajtunk. Helyre teszed a törött ó, eltört az orrunk! What the fuck? Felhajtod az italt. Na ígyunk, vagy tegyük meg az orrunkat a helyére? Ígyunk meg azt a kis italt. Ígyunk meg az italt, és az orrunkkal mi lesz, tesó? Ha nem tudjuk visszatenni az orrunkat, és elkorhad az orrunk, akkor ez a te hibád lesz. De most te orvos, hogy visszatod rakni a te eltörött orrodat? Vagy... Tesó, 2077 van. Volt időnk. Jó, volt időnk megtanulni. Tegyük vissza az orrunkat, mert még végén még para lesz belőle. De ezt akartam, hogy ne legyen hangja. Oh, local guy. You really think somebody local tried to mug me, Pepe? Pepe. Listen, V. I got a problem. Serious. Mehet a chatre. Baj van? Ki vele? Legyünk az a tökös csaj? Mármint, hogy nem úgy, de hogy legyünk az a... Értem, hogy a kemény csaj. Az a kemény csajszi? Vagy ilyen érzékiek legyünk? Szerintem, mert... Ne, legyen a kemény. Annyira, mint Pali, nem akarnék flörtölni a Palival, de hát egyszerűen neki kell próbálni, mondják. Na, akkor mi lesz? Kis flörtölő. No, I could count on you. It's a Cork. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and Heywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserved a hero's welcome. I know I fuck up, V. Most oktassuk ki. Oktassuk ki, vagy mondjuk, hogy... Te mit nézel, Lotyó? Na, oktassuk ki, vagy... Help me, I'm V. Beszéljünk hát, Körkkel? Szerintem szedjük szét Körköd. Let's go. Szedjük szét, ja. Csapjuk szét az arcát. Oh shit. Üdv a Cyberpunk 2077-ben. Hello, hello, hello. Először jársz itt Night City-ben? Hát másodjára, csak az előző alkalommal nem jutottam be a check-innél. Szóval, figyelj oda alaposan az oktatóanyagokra, hogy többet tudj meg a játék alapmechanikáiról. Ha már tapasztalt szabadúszó vagy, kapcsold ki bátran a tippeket. Szerintem jó lesz a tipp azért, elfér. Jó, csak Vilmos miatt bennagyom a tippeket. Csak ja, Vilmos a tippeket. Menj az adatbázisba bármikor az adatanyagok eléréséhez és a legfontosabb Cyberpunk 2077 témák áttekintéséhez. Oké. Okay. You're saving my life.
truly. Ez király amúgy, hogy amikor hallok, hogy beszélnek emberek, akkor is ő... Mentsük el a gémet szerintem, jó? Yes. Igen, ez nem hátrány. Még mielőtt esetleg valami baleset történik. Most meg lejjebb veszem egy nagyon picit amúgy a hangot. Egy nagyon picit. Hogy halljátok, ahogy Vilmos reagál a dolgokra. Beszélj kérlek? Nem. Nem győzött meg. Nem győzött meg Vilmos. Nagyon nem győzött meg. Jó, így már jó lesz. Így már jó lesz. Ha így nem hallanak téged, akkor nem is érdekel. Az a király, hogyha beszélnek körülöttünk, és oda nézünk, akkor írja, hogy mit mond. Mikor nem is hallanánk, ez iszonyat jó dolog szerintem. Jaj. De most már szoktak egy csomó ilyen izét plusz hangot feljátozni, király. Most ment átrejtem egy csaj, tesó! És csak meg se hívott egy kávéra, hallod? Erőlni rád egy ilyen csaj. Nézzük meg körbe. It's big. Burrito. XXL. Kérsz egyet? Egy XXL-es burritot durrítsunk be. Fog. Fogyóeszköz. Oké, vettünk egy burritót, srácok. Megérte. Tükör. Hát ez annyira nem szép. Itt rössent valaki. Jaj, ez a férfi! Há? Hoppá. Amúgy nagyon jól néz ki. Igen. Boldog óra. És még ki sem mentünk ebből a bárból amúgy. Tehát... Ja. Nagyon, nem tudom streamen mennyire adja vissza egyébként, de nagyon-nagyon durván néz ki a játék. Még milyen szép lenne egy 2K-s monitoron. Javi's got some broken ribs, but praise Jesus, the bullet didn't hit any organs. What happened? A police manhunt. They were chasing some dealers. Ezek rossz arcúak, menjünk arrébb. Nagyon rohanok egyébként, nem tudok lassan sétálni. Nem. Altal? Nem. Hogy eszi a bőr, hogy eszi a burgert az öreg? Komoly. Hát, na megvett egy pár burgert amúgy, úgy néz ki. Hey Kirk, wanna talk? V, been a while? Spin it, what you need? Pepe asked me to talk you up. Nem is kért meg minket, mi voltuk? És leült mellém a dagat. Jó izé. Bepréselt be. Miben mesterkedsz? Nem szóljunk rá, mert szét kell kapjuk ezt a palit, hogyha valami para van. How's your problem? Te csöcs. Ja, ezért elővette a fegyóját. Túrjad te! Cut him some slack, will ya? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's. You gotta pay him back. Eddie? With interest. It's common fucking Kingston. Knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off because it's me asking. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. Elkerüld a bajt. Tehát tudnom kell, hol van ebből hasznom. Most fenyegessük, az a kérdés most, hogy megfenyegessük-e, vagy próbáljuk lebeszélni. Tehát, hogy mi lógunk neki egyel. Gyomos? Az a baj, hogy... Nem tudom eljelenteni, mi lenne a jelentés. Van. Igen. Mert érted, mit én... Itt most egy kis köcsönnek nézkedik, hogy lehet a végén lesz a legnagyobb fasz, akivel, hogy ki kell állni, akkor nyilván nem érdemes most szenvedni. Tetszett, ez a két mondat nagyon tetszett, ez családbarát content, köszönöm. Igen. Családbarát content. Szóval... Én azt mondom, hogy szerintem az elején inkább legyünk így visszahúzódó. Inkább puhatolózzunk? Igen, és utána később verjük szarrá őket, hogyha para van. Igen. Jó, oké. Meg amúgy is ez a dagat, ez nem tetszik nekem. Nem ad a hamburgeréből. Transactions go two ways, I get that. Fiából sem jött. I'll owe you a favor. Got a Nova idea already. Autó. Pog. Mm-hmm.
Van egy olyan sejtésem, hogy miért adta ott az autót. Nekem is. Nagyon remélem, hogy vezethetek. Number 4 will belong to my client, just as soon as you clep it for me, that is. Mhm, gondoltam. Ott is van, el kell lopjuk a szajrét. Nem biztos, hogy meg tudom oldani, Jézusom, tesó. Jó. Kemények vagyunk, megoldjuk, nem? Hogy nem oldanánk meg? Azt sem tudom, hányadik el van elsőre, de elhozom neked. All things simple. You swipe the Rayfield for me? I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking space by Embers. Sanchez. Where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. Soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Ez nagyon egyszerűnek hangzik egyébként. De akkor miért nem ő csinálja meg, hogyha ilyen egyszerű lenne, érted? Tehát itt mindig van valami kis furfangos kis csavar. Persze. Hogy jutok át? Ki a rárgány? Ez a tervra. Menjünk arra, hogy jutunk át az autónak a biszti rendszerén. Tehát itt ilyen szuper titkos... Az egyben dobja izére, következő párbeszédre. Igen. A Mitchell miatt lottom, mert ja, ott is mi volt. Ó, értem. Opció. Meg kellett volna kérdeznünk, hogy ki elbasztuk. Igen. Azért akartam mondani, csak már tovább jön. A skeleton key for all Rayfields in the city. Oh, come on, Kirk. Even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Levágta a burgérót. Azért itt lehetünk keményebbek szerintem, skacok. Itt azért mondhatjuk neki, hogy mi is főnökök vagyunk, gondolom. Tehát, hogy... Jó, siessé, meg nem érek rá. Na. Szerintem legyen ez, legyen a második opció, Vilmos. Ja, támogatom, én is azt akartam mondani. Ha mondod, hogy tökösebb csaj lenne, akkor legyen ez. Csak nyugi, ez a meló a te birkodat is kibéleli. Jó. Oké. Most nem tudtam elolvasni, megvártam, hogy elkussoljon végre, és elolvassam, mit ír. De valószínűleg annyit láttam, hogy az aktív meló hoz a cuccot, és azt jelöli a térkép. Mindig azt jelöli a térkép. Hát waypoint, ja. Tudok nézni egy FPS-t most? Nem. Mindegy. Ja nem, a P-re tettem. Nem a P-re tettem. Mire tettem? Nullára tetted. Nem tudom, hova tettem. Mindegy. Hagyjuk. Majd megnézem. Sajnálom, hogy nem tudok úgy... shit! Ezzel nem tudok játszani? Assza. De rossz. Hát nem. Nem ment az ilyen kis... Jól néz ki, hogy ezekre is figyeltek. Mint annó az izébe lehetett játszani egyébként a... A San Andreasban voltak ilyen kis hülyeségek. Igen. Nice. Meló frissítve utcakölyök. So, utcakölyök. I can pay it. Hey, why do I see no goddamn lines? Mi az Eddie amúgy, amit mondott? Az Eddie olyan, mint a fizetőeszköz lenne. Igen, meg valami illegális csalik. Nagyon-nagyon beteg a játék, gyerekek. Nem tudom, hogy mennyire jön át streamen, de nagyon durva lenni. Úristen. Hát most egy kinézted a sikátorból, és a 20, nem tudom hány méter magas autóút, ott az is para, meg hogy elnéztél arra. Pipivel beszélgettem erről amúgy, hogy ő is ilyen... nincs erre jó szó, de részletes. Tehát így nagyon megnézünk mindig mindent a játékban, ilyen legapróbb kis hülyeségeket is. És ez kurva jó. És be sincs kapcsolva az RTX, tesó. Azzal, amit menne. Jézusom. Jézus. Undorító lenne. De is nagyon szép. Adjunk neki pénzt. Mivel elérve? Got no home, sick kid, cheating, cheating wife. Nem tudom, hogy az $1, az nem tűnik soknak amúgy. Pénzt adsz, jó. Veterán vagy? Ma vete... Mi? Ma veterán vagy? Ez mi? So you're a vet today, huh? What can I say? War stories rake it in.
Azt hittem mesélni fog nekünk erre. Adjunk nekik est. Here. All yours. Ja, de akkor valószínűleg vágja a fokter. 294 ilyen pénzünk van még. Aha. De gondolom azért tudunk még szerintően valószínűleg. Jaj, ne felrúgtam a gyertyafényes vacsorát. Úúúú. És összetört. Hát rip. Pedig meghívtalak volna a randizni chat. Ú, de ezek nagyon komolyan. Ja. De jól néz ki nagyon. Nagyon-nagyon beteg. Hello. Well, who do we have here? Long time. Padre. Padre. Ulla a csomagtartóban. Yep, no place like home. Sebastian Ibarra. Haven't changed a smidge. No one calls me by my name anymore. Almost forgotten how it sounds. How are things, Padre? The same. Padre. Haywood. Nothing ever changes here. I'd rather hear about you. Jó, végignyomkodtunk mindent, mehetünk tovább. Got back from Atlanta a few weeks ago. Amúgy nem muszáj végignyomkodni őket, csak pár helyen kapasz bónusz infót. Nem feltétlenül relevánsat. Tell you later. Got something on my... How about you fill me in now? We'll give you a ride. Jaj, ez sosem jó beszállni idegenek autójába. Hát, ja. És én vezetek, testvérem? Haló? Kinek hiszed magad, bátyám? Jó, amúgy én örülök neki, vezethetek. Let's go. Fia, addig jó, mert te vezetsz, és nem elvisznek, szóval... Ja, ő kinyitotta nekem az ajtót. Hát hölgyek vagyunk, tényleg? Ó, akkor mégiscsak. Szia, fater. Hello, köszi szépen. Jövök is. Rám, ne csukd az ajtót. Köszi. So where to? Ilyen lazán beült az esküvésen. És kényelmes. Take the ramp back of the bar. Show you where to stop. You heard her, Marcus. Nagyon-nagyon komoly hangulata van amúgy. Ja, de... Szerintem mehet, van munkája. Nem sok minden változott itt. Szerintem menjen, menjünk tovább, hagyjuk. Nem muszáj. But I'm getting by. Appreciate the concern. So, Atlanta didn't turn out like you expected, huh? Iszonyat hangulatos, skacok. Atlanta nem úgy alakult, ahogy tervezte mi. Erről nem tudunk semmit. Most tudtuk meg, hogy nem is volt itt a karakterünk. Hallgatom. Gondolkodok, bátya, nyugodj meg. Melyik menjen? Vilmos. Hát nem tudom, én is vágtam, hogy volt ott, szóval elvárások nélkül mentem oda, gondolom. Nem tudtam válaszolni neki? Ó, jaj. Ja, lejárt az idő. A fegyverrel, testvérem. Stop the car. Hey. What's going on? Business. You carry? Van fegyvere? Jézus, stop, tesó. Van fegyverünk? Ez egy nem tudom. Kérdés, nem hiszem, hogy van. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our biz, once and for all. Got an offer for you, Patty, so listen up. Get the fuck out of this town. Pull your boys out. I'll give you the Glen, done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, Patty, what's it gonna be? One more fucking bele. Word. Yeah. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? Az igen, hogy kiosztott. It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Marcus, please. What the fuck? Hogy megboltuk neki amúgy? Büszke vagyok magunkra. Ja, igen, igen. Már rá ilyen rossz sejt, és hogyha nagyon sokszor leszünk ilyen gecük, akkor megbánjuk amúgy hosszú távon. Lehet, lehet. De nem baj. This is the way. Ó, Istenem! Nem bírtad ki? Nem. Muszáj volt Mandalorian-tel sütni. Ki volt az? Jó, neked tudjuk, ki volt ez.
Yep. No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing so. Ez valami nagy kutya lehet ez az úr egyébként, hogyha van saját sofőrje, meg ilyen lazán kezeli a dolgokat, és még ebben a korban öreg is. Tehát akkor valami... susmus van, valami susmus van. Ja, valószínűleg valami hatalmas ember, úgymond. Van hatalma, ugye. Tehát ez is lehet előny, hogy őt meg megvédtük, érted? Ja. Adjad a négyed, pater. Could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Két éve, tehát 2 évvel ezelőtt nyomattunk valami bizniszt. Nyomjuk. Gotta go. Gotta go. So go with God. Go with God. Jaj! Elnézést, Assassin's Creed? Halló? Éj! Hey. Oké. Okay. Meglepődtem, hogy csak így lepattan az egy szint elejét. Dude, mit táncol itt? Menj liftel a garázsba. Aha! Ez valamilyen site. Ez egy elemezni tudok dolgokat. Spontán sóvárgás kielégítő automata. Ezt meg kell nézni, hogy ez mi. Hajléktalan. Ó, ez nagyon menő. Kielemez mindent. Civil. Wow. Ez mi? It's big. Látjának, igen, ez megint használ. Burrito. The love. Ez mi? Sőt, nézd, az a sóvárgás automata. Ez mi? What do I say? Majd lehet, nem akarjuk tudni. Michael Heard. Megnézzük ide. Engedj már arrébb, fater! Na. Kóla. Nem, mi? Várjál már, ez valami csajszí. Ez sóvárga. Igen, azt mondom, hogy mi a szar. Ez vajon mi? Várom a tippeket, chat. Ez mi lehet? Mit veszünk most? Tehát mi fog kijönni itt? Mi fog kijönni itt? Várjál, ott van izé. Ott van az N-kóla. Ez ital lesz, ez ital lesz, ital lesz. Biztos, hogy nem. De hát ott vannak az ikonok, nem de nézd már meg, mi van az ikonon. Ja, igaz. Nem tudom akkor. Ez nem ital. És ez miért van egy bogár? Rendkívül sok kérdést és kérdőjelet vett fel. Vagy... Márjál, van barack, cím, mojito... Ez lehet tényleg italautomata, nézzük már meg, várjál. Menjünk a kék csajszire. Kék csajszire? De, üdítő. Felfrissült állapotot eredményez, ami megnöveli a maximális állóképességet 10%-kal és a regenerációt 50%-kal. Az igen. Igen, azt mondja, hogy az ikonok miatt én sem erre gondoltam, mert rosszabbra gondoltam, de lehet csak... Én teljesen másra gondoltam, nem minden. Komoly szettekben van az öreg. Ez Drake. Fog. Jó, nem. Menjünk tovább. Drake is csöves. Ez vízben. Corporatives must die. Oh, enjoy. Ezek nagyon para dolgok. Ezek nagyon para dolgok. Ez is ilyen ital automaták, néz ki. Ez is... Azt hittem snipe-ol az öreg. Ó, kártya, szemét, adjad, Pokémon kártya. Ez nagyon durván néz ki. Itt a lift. Ja. Let's go. Sikátor parkoló. Bejövő hívás, Kirk. Fogadjuk. Status. On location. About to find your man. Rick's one of the good guys, you'll see. I trust him like a brother. Insta food. Fog. Kaja. ST-bug? Vegyük fel. Target's Sandra Dorsett. Target's Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Charming. Nyugodjatok le a picsába, ez mehet. Ez mehet. Calm the hell down, both of you. Shima. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Focus.
Most ezt hozzá tudok érni ehhez? Együnk valamit most is? Out of order. Hopp. Szól a zene. De amúgy azt szerintem, hogy vettél, nem láttad meg. Kaparó sorsjegy! Felvettem. Cső. Legyen csak nálunk cső. Bármi. Inventory az nem volt, mint tutorial amúgy? Vagy valami? Mi van a inventory? Nem volt inventory a tutorialról. Vagy na, nem volt tutorial az inventory. Ja. A gyorsákkeres indezze nézz egy eszközre, és a tab gombot használva szkenneld le. Aha. Kis technó szól amúgy. Jó, az hát szólja. Elfér. What's this? Zsákmány. Talpra állító. Azonnal visszaállt 15%-ig érzem, hogy... Ja, az ilyen steampack ez is. De komoly kis technó szól amúgy, hülye. Hamutartó szemét, ezt mindenki nem feladul. El tudod adni, gondolom így. Sül a kaja! Jövök, maradj magadnak, more! Euró, dollár, az pénz, azt nem mondjam itt. Vat nagyon cool. Szénsavmentes, ez ami innivaló. Használt oltópisztoly, hozzuk el. Jövök, mi vagy meg? Baj lehet belőle. Jézus! Áááá! Jaj, jaj, jaj. Jaj, nincs szeme az öregnek. Miért? Ja, meg amúgy ruha sincs rajta. Nem kedves. Nem kedves. Nagyon-nagyon komolyan néz ki a játék, kacok. Tettem. EKG meghalt. Cigarettacsomag. Nem cigizünk! Ja. Nem cigizünk. Jézusom! Az is dead. Ja, ez nézé. Szerv szedőlabornak tűnik. Így elnézés. Ellenségek elterelése mehet. Még lehet nem... Belest ott vakolni egyből a ládikával. Ja, igen, azt csináltam. What's this? Jajjaj! Olvasás, olvassuk el. Kiberver használat és mellékhatása. Sokan azt hiszik, hogy olyan időben jönnek, a lehetetlen idejét múlt fogalmi változat. Techsebészek képesek szinte bármilyen testrész mesterséges implantátummá helyettesíteni. A nagylábújtól az idegrendszer egyes részeig. A Trauma Teamnél töltött éveim azonban megtartottak rá, hogy a lehetetlen nagyon is lehetséges. Lassan belépünk a 21. század alkonyába, de mi szakkezett orvosok minden műn képesek testrészben ültetett kibernetikus elemek mellékhatásainak teljes kiküszöbölésére. Hú! Ha van száraz szöveg, tesó. Jézusom, ez ilyen hosszú! Igen, akartam mondani, ezt még lehet tekerni, szóval... Szerintem ezt engedd el. Pszichológiai hatások. Jó, tehát... gondolom ez így felhívja a figyelmünket arra, hogy ha nagyon átalakítjuk a karakterünket, akkor megőrülünk. Vagy valami. Becsukás. Jó, menjünk. Ezt hagyjuk. Ja, ez nem csak ilyen lore cucc, ilyen text file, ami szokott lenni, ilyen játékbegyűjtető. Aha, közeli támadás, erre az újratöltés. Van itt láda, op. Abban a pillanatban. Muszáj lootolni, skacok, ezt jegyez meg, mindig az összes játékban lootolni kell. Vagy utólag grindolni, de az szarabb. Rejtőzzel a fosztogatók elől, opcionális. De hát, mi? Erőngetted? Előbb mondta izé, Jack jöjjön valaki. Van még láda itt a előző szobában is. A ablak alatt. On your toes. More bodies incoming. They're almost on you. Jézus, betörés protokoll ellenségek elterelése. Menjen ez. Oh,
reflektor. Betörés. Átér az ellenséges jéget, így a hálózat csatlakozó közönségek sokkal sérülékenyebb lesznek. Oké, menjen ez, betörés protokoll. Jaj, ehhez kell ez a gyász. Szekvencia szükséges. E9. Mi? E9 1C. De nincs E9-es tesóm. Ott van a második oszlop, negyedik. Vagy de a másik sor negyedik oszlop. De ez nem igazán így működik, vagy nem tudom, mert négyet kér. És még egy E9-et nyomja. Itt van. 55 E9 1C, valami. What the fuck? Várjál már, valami nem jó. Valamit nem értünk. Most le is blokkolta? Aha. Én majd ott volt, hogy kettő szám, aminek benne kell lenni, hiszem a többi az, hogy nem szükséges. Többi az mindegy? Szerintem igen. Na jó, öljük meg őket a gyászomban. Dara. Még lehet az első sztálteret, és utána kevesebbet kell lenni lövéssel. Nagyon komoly technoparty amúgy. Vannak egy páran, azt nézem. Igen, igen, sokan vannak. Várj és maradj észrevétlen, opciós. Ide kellett jönnöm, igen, igen. Igen, ez lelassítja a játékot. Tehát ilyen... Nem is tudom, miben volt még ilyesmi. Falloutba. Falloutba volt ilyen mechanika. Rövid zárlat, kettő rammal. Menjünk közel, menjünk közel. Öljük csak meg. Uff, volt nincs. Volt nála valami. Stukik voltak egyre nála. Meg izé, akkor? Igen, igen, távcső volt nála a másik. Ó! Oh. Bedobtam a... What the fuck? Ilyen gyújtó. Ja, meg lesz. Eltűnt, tesó! Oké! Elpárolgat. Újatlan felső. Vegyünk el, szerintem vegyünk fel mindent is. Persze, a max ugyanakkor kidobod őket, az sem. Ez ki? Kopó. Új tárgyat kaptál. Ó, van egy cuki felsőnk. Ez nagyon bonyolult ez a játék amúgy, Jézusom. Mondjuk, neked lehet, hogy nem annyira, mert Watch Dogs az hasonló. Igen, de a, most mi van ezek az elemek a hackerés, ez inkább Falloutra hasonlít. Azzal meg én sem játszottam. A stukikat felveszem azért. Az érdemes, hogy egy felhozni sátránszerűséget hozottam, mint felhattam. Hol van? Észrevettek. A barikádot felállt? Wow, shit! Külön jó. Ellöptem egy flash-t amúgy, de nem olyan működött. Nem, meg ugye dobtak fel egy gránátot amúgy, azért haltál meg. Azt nem vágtam. Van itt gránát, ezt rávágom. Megint gránát! Ő is kapta. De ő is kapta. Nem tudok lefeküdni amúgy, az a rossz. Ja, megszüldök ott be az izét. Igen, én lefekszek egyből. Réges, extra bőrnadrág, hagyjuk. Stuki, az jó lehet, azt hozzuk. Ja, ez egy ilyen űrsati, ilyen jövőbeli soti. Elég furán. Kapja, nagyon kapja. Chargerosa? Aha, ilyen charge-oti. De magától engedi el. Ó, az még. Még azt magától engedi. Tehát fixálva van, hogy mikor...
gotta be there somewhere. Gorlő. Igen, igen, igen. Puska lőszer, az jó cucc. Erre mi van? A loot. Bonus rész, gondolom. Igen, 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 ez a HP-ink.